Elkezdődik a hétvége. Szombaton bér, vasárnap meg Veszprém verseny. Sisakok bent vannak, készen állunk, csizma, gép, let's go. Jó reggelt, a szálláson vagyunk. Kivettünk egy szállást itt a pályán. Pár évvel ezelőtt itt volt az Enduro VB. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a pálya. Állítólag szép környezetbe fogunk menni. Segítőm, Yves Kerner László lesz. És új úti társunk van, azon Bobó. Jó reggelt. Akkor kezdődjön a nap. 8:30. Itt vagyunk az Andesit Hotelben. Éppen rengelizünk. Bobó ment már egy futamot. Sikerült nyernie. Igen, gratulálom, Bobó. Legutolsó nap rajtot, és a legelső lekintették le, ez hatalmas. Először is jó étvágyat szeretnék kívánni nektek. Nem sokára jön a második futam a Bobónak, nekem az első, és hát mindig nincs itt külön futam. 2 órás verseny lesz, aztán meglátjuk. Nagyon szép hotelben vagyunk, Andesit. Olyan sötét van benne. Pálya meg a parkolóban van. Készülődünk a futamra, Bobókat csinálja a szemüvegét. Gép készen áll. László az csinálja a szemüvegemet. Új lencsét tegyek mindegy. Igen, légy szíves. Még egy óra van a futamig. Én is, már nem érdemes. Gyere előbbre, te is! Gyere előbbre! Hallod, van az, itt van Szilvéta. Szilvéját. Fogod? Gyere, 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 tankoljunk, hozd a másikat. Ezzel nem jó, te az kell a futamra. A nagyot hozzad már. Magyar Enduro Cross bajnokság béri versenyén vagyunk. Felhőszakadás kellős közepette, és Matyi az első helyen közlekedik. Nagyon hosszúra nyúlott a köridő, mert több mint 16 percig tart egy kör, és hát a mezőinek körülbelül a fele még nem ért vissza az első körről se. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy meddig fog tartani ez a verseny. Leint is félúton, vagy végig tart. Kiderül. Mehet! Mehet! Nem baj! Menjél!
sziasztok! Véget ért a futam. Pálya az brutál volt. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz verseny volt. Brutál, nem tudom szavakba ölteni. Fölfort a vizem, éget, mint a barom, csurom víz vagyok. Lejöttem a versenyről, most megyek haza, gyorsan lemesem a motort, felkészítem holnapra. Brutál volt a pálya, egy káosz van itt egy ilyenkor szerintem, mert hol átkötözik a pályát, nem lehet kontrollálni mikor, ki, merre, sok pilótát láttam azért máshol menni, bár nekem is kellett olyan helyeken menni, ahol ami nem könnyű volt. De az mondjuk nem tetszett, hogy átszabják a pályát folyamatosan, de általában az elsőre szokták átszabni, nem az ötödik, hatodiknak. Na mindegy, összetettbe nyertem. Megjöttünk. Kicsit másképpen jöttem el, mint mentem. Mosom a motort, mossuk. Nem sokára végzünk, még egy óra. Aztán megyek Veszprémbe, valamint Varsányba. Jó reggelt kívánok! Este megcsináltuk a motort. Reggel beszéltem az életvékessel, hogy milyen a pálya. Sár van, reggel szerintem sár lesz, ma már nem lesz eső. Szerintem nagyon jó lesz a pálya. Két évvel ezelőtt volt egy ugyanilyen szituáció. Leszakadt az ég, reggel nagy sár, délután meg brutál jó pálya volt. Leginkább ezért is indultam útnak. Mert megmondom őszintén, nem volt sok kedvem megint sarazni. Mindent ki kell cserélni, lánckerék, fékbetét, olaj, a víz hiányzott belőle, 6 deci füstöt, mint a barom a motor. Kemény volt az a tegnapi endurokhoz. Bár mondjuk az még mindig nem tetszik, még mai nap sem. Vezettem, aztán harmadikként indítettek be, és a baj. Ez a magyar profizmus. Megérkeztünk gyerekek a trekre. Az első futamnak sikerült nyernem, nem sokára majd jön a második futam. Jó volt a pálya. Kösz György!
Vasárnap reggel ide értem, nagyon jó volt a pálya, időmérő, első futam tök jó volt, vezettem végig, befejeztem a pálya, nagyon tetszett, jó nyomos volt, volt benne kihívás, tudtál haladni benne, időjárás nagyon jó volt. Második futam, start, rákészülök, megyek, puff, megállt a gép, úgy átfordított, hogy azt se tudtam, mi van. Azt se tudtam, hogy hol vagyok. És rotálom. Bebasztam a csípőmet. Hirtelen nem tudtam fölállni. Fetreg. Mondom, jó van, ha már eljöttem ide, akkor befejezem a versenyt. Fölszívtam magamat, aztán mentem egy jó futamot. És ez volt a cél, hogy élvezzem. Volt kategóriámat mindkét nap meg tudtam nyerni. Köszönöm a hétvégét.